Július 12-én és 13-án ülnek kerékpárra a nevezők, és próbálják majd a lehető leggyorsabban teljesíteni a távokat. Három fő része lesz a versenynek. Péntek délután 3-kor egy ceremóniával nyitják meg a hétvégét. Ezt követően az első futam még aznap elkezdődik, a Sajó Péter emlékverseny. Szombaton még két megmérettetésen tisztelegnek olyan sportolók előtt, akik már nem lehetnek velünk, a Halász Zoltán és Pálinkás Csaba emlékversenyeken. Emellett gyerekfutamok, tehát a szombati nap délelőttjén kerülnek megrendezésre a gyerekfutamok, a délutáni órákban amatőrfutam, tehát elég széles skáláját próbáljuk a korosztályoknak fölvonultatni, és megmutatni, hogy kimérjük. Képes. Kapcsolódó programként a péntek este egy zenekar fog föllépni. A megmérettetés útvonala hasonló lesz, mint az előző években. Van egy északi 150 km körüli szakasz, meg van ez a péntek délutáni, a szombati délben induló verseny, az pedig ugye Szálka felé lesz majd a déli ága, szintén ilyen 150 kilométeres futam. Tekintettel a nagy melegre igyekeznek a szervezők biztosítani azokat a feltételeket, amivel könnyebben át lehet majd vészelni a forróságot. Fönn a téren az itallal való kiszolgálás az megtörténjen, tehát mind a versenyzőknek, mind a kilátogató vendégeknek legyen lehetősége az italt fogyasztani. Próbálunk egy-két sátorral készülni, de hát ugye a Garai tér ilyen szempontból mondjuk szerencsés, és hogy ez egy árnyékosabb rész, tehát ott a befutóknál azért egy kicsit kellemesebb lesz a program. Ebben az évben a Szekszárdi Sportközpont a Wosinski Mór Múzeummal közösen készült egy összefoglaló kiadvánnyal is, amiben vissza lehet tekinteni az elmúlt 50 évre. A rendkívül igényesen megszerkesztett olvasmány elérhető a rendezőknél.